Most már tudunk venni 50 forintos visszaváltható palackot, és ezek az év során szép lassan kiszorítják az eddigieket. Ahhoz viszont, hogy a palackonkénti 50 forintunkhoz ismét hozzájussunk, érdemes néhány dologra odafigyelni. Most megmutatjuk ezeket. Mivel fokozatosan vezetik be a rendszert, ezért most még kevés ilyen palackot fogunk találni. De ha találunk, akkor azt a boltokban látni fogjuk az árcédulákon, illetve a palackokon. Visszajöttünk az üres palackokkal, és most megnézzük, mire figyeljünk oda, miközben visszaváltjuk. Palack legyen épp, a gyűrött, horpadt palack az nem biztos, hogy visszaveszi az automata. Akkor sem veszi vissza, hogyha folyadék van még benne, és nyilván akkor sem, hogyha nem visszaváltható a palack. Ez viszont az, látható rajta, 50 forint vált vissza. Amire érdemes még odafigyelni, hogy a palackot fenékkel előre rakjuk bele a nyílásba, és elengedjük. Végig megy a soron, leszámolja, hogy hány darab van, ilyenkor méri is a súlyát is, megnézi, van-e benne víz, illetve megnézi azt, hogy megfelel a palack. Amikor elnyelte a palackot, jelenleg két opció közül választhatunk. Vagy felajánljuk jótékony célra a visszaadott összeget, vagy kifizettetjük. Viszont ha nem nyomjuk meg a jótékonyságra vonatkozó gombot, pár másodperc múlva automatikusan kupont ad ki a gép. Most megnézzük azt, mi történik, hogyha egy összegyűrt palackot próbálunk belerakni. És mi történik akkor, hogyha van még benne folyadék? A teli palackot nem veszi be, illetve azt a palackot, amiben folyadék van, úgyhogy ilyennel ne próbálkozzunk. Most még sok olyan palackkal találkozhatunk, ami nem visszaváltható. Tegyünk egy próbát velük. Nem veszi be a gép. Nagyon az üveget beveszi? Ezt se veszi be. Ilyenkor nyilván értelemszerűen az üveget az üveggyűjtőbe, a műanyagot pedig a műanyaggyűjtőbe rakjuk, de előtte összepréseljük. A visszaadott palackokért kapott kuponokat akár fél évig is gyűjtögethetjük, és egybe is visszaválthatjuk. A kuponok visszaváltásánál két lehetőség közül választhatunk, az egyik, hogy készpénzt kérünk, a másik pedig, hogy a vásárlásunkba számítatjuk be az értéküket. Mi most beszámítatjuk a kuponjainkon egy vásárlásba. Célszerű a kuponokat előre oda nyújtani a pénztárosnak.